Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Hozz egy verset, Rimportré magazin, én Gábor költőmata vagyok. A YouTube-os nézőink kedvéért mondanám, hogyha esetleg keveselnék a stúdióban a nagyon tehetséges, jóképű, 50-es kopasz, szakállas, szemüveges férfi ideált, akkor most jó jártak, mert rögtön megdupláztuk ezek számát. <laughs> Köszöntöm a stúdióban, Priger Zsoltot. Szia! Hello, hello! Aki Hát talán kevésbé kopasz, de sokkal tehetségesebb, mint én. Tehát, hogyha egy különbséget kéne tenni köztünk, akkor mondjuk. Te kopasz vagyok, és ne becsüld alá magadat. Na, um, az Anima Sound System kapcsán lehet téged ismerni, amelynek most nem mondom azt, hogy embere, mert hogy nálatok ez így nincs így annyira. De most éppen igen. Most tudom, most Mindig ez. kikértem magamnak, de most meg énekelek, meg ugrálok, meg fetrengek a hátamon, tehát most, most, most éppen stimmel. Óriási. Gondoltam, hogy behozom a főkolompos Az is kifejezést. Jó. Tetszik. Tetszik, nekem. ápolgatok néhány ilyet, amit szeretnék szeretnék megtartani a magyar Fú, Mennyivel jobb, mint a frontember, az annyira a Sound System fő kolomposa. Zseni. Na, szuper. Úgyhogy, és be kell valljam, hogy ugye még a régi rádiókaféban még szerintem mi ott találkoztunk Persze. is egyszer-kétszer, meg ott játszottunk is titeket, és itt tök, totál képben voltatok. És aztán annak megszűnését követően én nem nagyon hallgattam rádiót, meg egy kicsit valahogy besokaltam a zenét, egy tíz év rádiózás után. És megmondom őszintén, hogy, hogy így aztán nem csak ti, hanem hogy unblock kimaradt egy csomó minden. És most az elmúlt egy-két évben tértem vissza, és nagy örömömre találkoztam veletek újra, mi szerint ugye tavaly volt a 30. Anima Sound System Ézen. évforduló, és akkor is fölkaptam a fejem, hogy Hát tényleg, hát, hát ti mennyi vagy... idő <laughs> eltelt. <gül> mennyi, hova ment? Hova tűnt el? Úgy szoktam most mondani, hogy nem 30 évesek voltunk, vagy lettünk, hanem elkezdtük a második 30 évet. Úgyhogy most már most az első évben Aha. vagyunk, és a viccet félretéve, ez tényleg így normális. Tehát, hogyha, hogyha tele vagy. Öm, öm, kíváncsisággal, meg hogyha, meg hogyha őszintén várod a kihívásokat. És azokból meg bőven van, tehát kihívás, kihívás orgiában élem az életemet. Hát jó, de te eleve ilyen attitűdű ember vagy. Keresem a kihívást Keresed a kihívásokat, de <laughs> úgy vettem ész, hogy annyi mindenben vagy. Annyi mindenben vagy áldom benne, annyi minden foglalkoztat, jó, amit mondasz, de, de én még néha arra gondolok, hogy úgy vagyok, mint hogyha mindig megtalálnának, és akkor csak egyszerűen igen? tudod, mint a Jim Carrey, mindig igent mondok, tudod, mint az igen emberben, tudod? Igen. És, és, és ez sokszor egy csomó vicces, hülye szituációt is eredményez, de igent mondani sokkal jobban szeretek, mint nemet. A sok igent mondás persze sokszor ilyen, ilyen űzött vadsághoz, meg behavazottsághoz vezet, de... De erre meg jön egy másik, még brutálisabb közhely, hogy egy életünk van, és éljük intenzíven, és... Na jó, de hogy priorizálsz? Például engem ez érdekel. Most oké, azt most így nagyjából... Én improvizálok. Én improvizálsz, aha. Mert az kb. hiszem, egyébként zárójel nem, hogy, hogy téged találnak meg ezek a dolgok, mert szerintem téged is megtalálnak dolgok, de, de én valahogy tényleg ne törd össze a ber, kialakult képet. Az antennádat. <laughs> Az antennámat. De hogy azért szerintem te is pöröksz egy csomó dolgon, hogy hú, ez még milyen tök jó lenne Persze, senki vagy? sem mondta azt, hogy csináljak irodalmi zenés esteket. Senki sem mondta azt, hogy írjak könyvet, és senki sem mondta azt, hogy csináljak zenekart. Ezek, ezek alapvető dolgok. Akkor csak de, de persze. De, mert egyébként lehet, hogy a, a nem tudom a Borussia Dortmundba játszanék, nem, tehát hogy Foci rajongó is hát vagyok, ezt tudom, igen. de de igen, hát az a jó, amikor, amikor ez a kereslet kínálat találkozik, amikor amikor a vágyaid elérkeznek egy olyan pillanatba, amire mondhatod azt, hogy megtalált a szerencse a véletlen, vagy ha fenköltem fogalmazunk a kegyelem. Aha. És akkor, és akkor ebben jó lelegzeni, főleg, hogyha a magánéleted is ö, rendben van, hiszen azért az az, az embernél ö, hullámzik, tehát, hogy nem, nem, nem mindenki fenékig tej boldogságban ill a teljes életét, hanem, hanem, hanem vannak ilyen szakaszai, és én én egy ilyen szakaszban vagyok most, ami, ami remélem, hogy, hogy folyamatosan kitart, mert dolgozni, melózni sokkal jobb így, Na te várjál, pont de jó, hogy ide hoztad a, a család kérdést. E, Mindkettőnknek vannak gyerekei, a gyereke. És én és ilyenkor fölmerül a, a, kérdés, hogy az ember hova pakolja e, a, 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 az energiákat, az ötleteket. egy olyan ember, aki, aki, így buzog, ezt azért mondom így, mert, mert én magamat is ide sorolom, az állandó ötletek, az önmegvalósítás, de közben meg ott van egy gyerek, vagy kettő, vagy három, vagy most nekem már négy, és abba is akar pakolni az ember. Hát, vagy nem is, nem, nem is az, hogy abba is akar pakolni, nem például mondjuk azon mereng, főleg, hogyha valakinek egy gyereke van mint nekem, aki most már 33. életévében van, hogy mi az, amit kellett volna, mi az, amit, mi az, amit nem csináltam. Mi az, amit. vajon ez még helyrehozható? ugyanis nincs olyan apa-gyerek kapcsolat, ami, ami ne lehetne jobb, e, és, és amikor mondjuk a gyerekeddel nem feltétlenül egy családban e, szocializálódsz egész uh -huh. életedben, akkor meg főleg vannak olyan hiányosságok, amik, amik hogyha normális apa vagy, akkor, akkor azokat hiátusként éled meg. Hát a legrosszabb az, amikor valakit tökéletes gyereknek tekinti magát gyerekként, vagy szuperapának, apaként, persze ennek a, ennek a másik fele jó, amikor valaki rettenetesen rossz apának gondolja magát, vagy, 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 szeretetlen, vagy nem szerető gyereknek. Valami, valami középutat kell ebben megtalálni. Nálunk nagyon szenvedélyes olaszság van, szicíliaiság, <laughs> <laughs> nápoiság, és azért mi gyakran elvétjük ezeket a ezeket a hangsúlyokat, és, és mondanám azt, hogy hibázunk, inkább azt mondom, hogy gyakran hibázok. Tehát <laughs> egy ilyen önostorozás. Hát figyelj, azt szokták mondani, hogy így az apáknak, hogy amint megszületik a gyermek, akkor lehet tudni, hogy rögtön te vagy neki a legnagyobb traumája, majd az élet hátra részén, úgyhogy sajnos ilyen messziről kell sokszor neki futni ennek a, ennek a sztorinak. Hát igen, de ezt életnek, tehát hogy, hogy, minden pillanatban tűnődhetsz azon, hogy mi az, amit jobban kellene csinálnod. Én egyébként így vagyok zenekarral, vagy írással, vagy egy mondattal, vagy már most a beszélgetés alatt is gondoltam arra, hogy azt más Képp kellett volna megfogalmazni. Van egy ilyen kontrollfrikség, ami, ami, ami mm. bizonyos szempontból jó, bizonyos szempontból meg nem annyira, mert hogy közben meg látom, hogy a körülöttem épülő vagy széthulló világban, meg egyre inkább több a slendriánság. Mm -hmm. És, és az furcsa, tehát, hogy, hogy olyan jó volt most ide megérkezni hozzád, hogy késtem két percet, mert itt megbeszélés volt egyből a szomszéd lépcsőházban, itt egy étteremben, és, és te vártál, és itt voltál, és pontos vagy, és ez klassz. Tehát amikor csak, hogyha az élet olyan lenne, hogy mindig csak két perceket csúszunk el, akkor jobban össze lenne csirizelve a világ. Aha. Valószínűleg a, az a fogyasztás, az a fogyasztási kultúra, az a tempó, amiben jelen pillanatban a mindennek a fogyasztása zajlik, közte akár a, a, az alkotások végterméke, az az már nem ugyanaz, mint 20 vagy 30 évvel ezelőtt volt, és most nem akarok így károgni, hogy bezzük a mi időnkben, meg milyen volt régen, meg tök jó most is, tehát nincs ezzel baj. Csak lehet, hogy ez egy olyan típusú embernek, mint aki te vagy, aki lehet, hogy nehezen engedi el én ezt a mondatodból azt feltételezem sokszor, a végeredményt, mert még lehet, hogy még abban még egy kicsit bele lehetne nyúlni, még ott még egy picit kéne igazítani, akkor lenne tökéletes, ha még az, stb. Szóval, hogy erre már nincs idő. De, de nem így vagyok ezzel. Ö, vagy kicsit busongsz utána, hogy hogy lehetett volna másképp, de erre a busongásra a legjobb gyógyszer az új alkotása, tehát amikor megvan az új album, most például a Derkovics című album, ami kijött, és a hősökről szól, és Bovit dolgoztunk fel rajta, és Fyodor Mihálylovics címmel, meg, meg Hugo, és Kinga címe, ugye Hugo Bal, a dadaizmus atyáról is írtunk egy számot, tehát számos um, ínyenc falatot kínál, hogy majd esetleg beszélgessünk róla, hogy hogy lehet a zenét és az irodalmat úgy meg össze, összeragasztani, hogy az ne legyen, ne legyen álszent, béna, szájbarágos, um, um, tananyag ízű, fűrészpor ízű. Uh -huh. Ez az egyik, de következő Jerusalem My Love című albumon dolgozom már, ami, ami hasonlóan tel lesz irodalommal, meg tel lesz zenével természetesen, hiszen egy albumról van szó, de most például a következő, a remix album, ami megjelenik Július Baderkovicsból, utána kijövünk egy hangos könyvvel, mert hogy eszembe jutott, hogy Atya Úristen, hát szévet csináltunk a najmányi Lászlóval a Spions örök mozgó, világjáró, bovibarát, barát, prepunk szerzőjével egy, 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 nagyon vicces hangoskönyvet, egy dupla uh -huh. lemeznyi hangoskönyvet, és hát ki kéne adni, és akkor kijön a Kárhány Szkola szeptemberben, hogyha jó Isten is úgy akarja. Tehát az irodalom meg a zene az olyan szinten keresztbe kasul, fűzi, ölelgeti át egymást az életemben, egyre erősebben. Ez izgalmas. Hogy, hogy esküszöm nem azért vannak ezek a dolgok, mert jöttem hozzád, és ezzel át tudjak dicsekedni. <laughs> nem, hát a nyilván nagyon izgalmas, amit mondasz. Én erről szeretnék mindenképpen beszélni, főleg azért, mert ezek a, a crossart alkotások, ezek engem mindig lázba tudnak hozni. Másrészt pedig, ha most így szembe dicsérhetlek, a, az Anima Sound System zenéjében én pont azt szeretem, hogy ízlésesen tud hozzányúlni különböző műfajokhoz. É, mert engem például, akit néptáncoltam húsz évig, kiráz a hideg, ha, ha a technóra néptáncolnak, mert rettentő olcsó, meg akkor is kiráz a hideg, hogyha egy szép népdal alá bekevernek egy nagyon otromba dobot, és akkor azt gondolják, hogy most mennyire új dolgot csináltunk. Nem, tehát ugye ez nem erről szól. És a, a tizenétekben ezek mindig annyira ízlésesen voltak tálalva, hogy rögtön szerethető. Most, ha így van ezekkel az irodalmi e, e, ügyekkel is, ha így fogjátok meg, vagy így nyúlsz hozzá, akkor szerintem élvezni fogom majd ezt is, hogyha eljutok hozzá. Hát ugye ez jó pár, jó pár éve, nem is tudom, hogy most már 8, vagy 10, vagy 6, én már nem tudom, hogy mennyi ideje, éve csinálok zenés irodalmi esteket. Jobb hiány így hívom őket, mert ezek inkább ilyen mixtúrák, uh -huh. amiben, amiben összeállítok, kitalálok valamiféle zenei szűzét és akkor arra, arra, jönnek rá szövegek, néhol nagyon viccesen, összelelkezve, néhol pont-pont határozottan egymásnak ellentmondva, és éppen ettől lesz valami új tartalom, hol ö, remixelve klasszikus zenét, hol leülünk Subic és Balázsavics Miska mc barátaimmal, és megcsinálom mondjuk egy csokonai fantáziát jazz hip -hubban. Vagy Hanvas Bélát csinálunk Kovács Tibi producertársammal, aztán ezt átvisszük egy ilyen extatikus technoszeánszá és akkor ezt több helyen bemutattuk, és, 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 az történik, amit szerettünk volna, és az csodás, hogy, hogy ülnek, aztán már állva hallgatják a szöveget és a zenét, és aztán a végén elhagyjuk a szöveget, mert nem kell a végén már szöveg, és akkor csak marad a tánc. És ennek maga talán hambas is örülne, vagy a mészője, akit felfedeztem mint költőt, uh -huh. és szégyen, irodalom tanárként, Felfedezni. vagy irodalommal irodalommal foglalkozó emberként, de nem is azt mondom, hogy szégyen, hát jó pap holtig, de hogy, de hogy az milyen meglepei volt a számomra, hogy hogy egy fantasztikus, színvonalas, sikár, de ez rettenetesen színvonalas éle költő életművet hagyott maga után. Egy olyan ember, akit irodalomszervezőnek, hatásnak, influencernek és egy fantasztikus prózaírónak tartunk, mm. aki, akire a térei féle generáció, meg a, meg, a, meg, a, az eszterházi féle generáció is egyként nézett föl, és akkor a téreit is ragozhatnánk. Meg fogjuk, fogjuk, is. Is. <síns> fogjuk, is. is, mert hogy azt hoztál, egyikük se volt még ebben a műsor folyamban. Hát akkor szuper. Tehát nagy klasszikusok és veled kapcsolatban is az volt az első gondolatom, hogy talán Pilinszkit fogsz hozni, mert hogy ez valahogy, mint hogyha... Pilinszki a, sejtemben van, meg a vér, véráramomban van. van, és egyszerűen annyira, 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 nem tudom, olyan, mint hoztunk volna egy dalt, és akkor most mindenképpen le kéne játszani a 68-at, vagy a csinál gyereket, vagy a Tedd a fénybe a számba. A Pilinszki előadásomban nincs például négy soros. Pont ezért, mert Aha. hogy az ből is részek vannak, de úgy, hogy először szólal, meg a közepe, és aztán a végén az eleje. Tehát, hogy szétszedem, és ilyen szilánkok, szilánkok vannak ezekben az irodákban. Hát nem műsorban. is az a dolgot gondolom, hogy úgy abban a formában add elő, mert. Cseppben a tengert szeretnék, és azt szeretném, hogyha, hogyha, ahogy egy másik anima dal mondja, hogy, hogy, a, hogy a Reading is Sexy jegyében, nevében egy. Egy ilyen mániákusságá, vagy egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen klassz elfoglaltságá válna az, hogy olvasol. És az, hogy jó barátságban vagy a szöveggel, amit amit egyszerűen nem tud, bármennyire is akar elvenni tőlünk az iskola. Ez olyan, mint a szabadság, hogy a politika az születésünktől fogva a koporsónkig elkísér bennünket, hogy ne mert magadat szabadnak érezni, uh -huh. és nem tudja megcsinálni, mert egyszerűen egy, egy leküzdhetetlen, ösztönszerű DNS-ünkbe belekódolt vágyunk van arra, hogy szabadok akarunk lenni. Oké, okay, az olvasás öröme az legjobb esetben azért megérkezik a család szűk környezetéből gyermekkorban, sok helyen, meg sajnos nem. <kül> vagy Akkor megérkezik, az... vagy megérkezik, de annyira erőteljesen érkezik meg, hogy annyira nem akarja az a gyerek azt, hogy Ja, hogy, tehát hogy köny... hogy, hogy direktbe. Persze meg más de... médiumok de... vannak, ahonnan a betű az információ jön, a, a telefonoktól, a, 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 az egyéb közösségi me, me, mediális eszközökpül. Tehát ez bonyolult. Tehát hogy tudok én olyanról, akik akiknél a szülők nagyon sokat olvasnak és és le, leszakad a könyves polcuk minden szobában, a gyerek meg még nem olvasott el könyvet. Hát, hát van lehet, ilyen? hogy vizuálisan nagyon van nyomva, szegény. Igen. <laughs> nem? Igen, persze. Azt mondom, hogy lehetséges, hogy ez a, ez a, ez a, ez, ez, most a gyereknevelésnél vagyunk megint, összefügg minden mindennel, tehát, hogy mennyire mennyire kap tőled szabadságot, és mennyire, mennyire mennyire kap kedvet. Én tanítottam sok helyen, nagyon piciket, épp hogy vécére kellett, meg a pop kellett kitörölni, olyan kicsi általános iskolásoknál voltam falun, tanítottam egyetemi szakkollégiumba, tanítottam ö, már majdnem gimnáziumba járókat, irodalomra, nyelvtal, nyelvtalra, etikára, uh -huh. és mindenhol mások és speciálisak a problémák. Egy biztos, ezt bizton állíthatom jó pár évi pedagóguskodás után, hogy egy 10-12 éves korig biztos, hogy nem kellene a mai klasszikus iskolába járni a gyerekeknek. Tehát, hogy, hogy hogyan kapálják a földet, és hogyan ültessenek rózsát, és hogy milyen gyönyörű egy rím pár, vagy milyen csodás egy dallam, vagy hogy milyen klassz lehet mondjuk Petőfi úti levelei közben Stravinsky tavaszi áldozatát hallgatni, mert csináltunk ilyet a általános iskolába. Aztán, hogy ez bejön-e? Főleg, hogyha nyolcadikba érkezel meg, vagy hülyének néznek, az megint egy másik kérdés, de hogy a minden mindennel összefügg, és hogy ne adagol túl, ne okoskod túl, de de ne is nézd le a gyereket, hogy ezt nem érti meg, mert a gyerek fantasztikus. Pilinszki műsort vittünk a Törőcsik Franciskával 20 magyar középiskolába, Szegedtől Szombathelyig, Debrecentől Kecskemétig, és én nem gondoltam volna, hogy ennek ilyen sikere lesz. Működött. És a tanárok kevésbé értették, kérdezték, hogy miért nem barokzene szól? Ezt szó szerint ezt megkérdezték, ezt a hülyeséget, hogy miért nem barok zene szól Pilinszkén, és, és hogy, hogy miért ilyen zsizsgő, miért ilyen sok impulzusos, miért ilyen sok eredős ez a, ez a 45 perces darab. Nagyon vicces volt, mert 45 perc lett, de nem tudtam, nem hogy, nem tudtam hogy iskolai tanórákként fogott ott ott bemutatódni, és így lett. Ezek amikor, amiről beszéltünk a legelején, hogy megtalálnak a dolgok, aha, Hát ez aha. egy fantasztikus, kegyelemszerű pillanat volt, és azt mondták a gyerekek, hogy, na de tanárnő, hát mi egyszerre Spotify, meg Twitter, meg a Facebook, meg a TikTok, hát mi készen állunk a kihívásokra. Lehet, hogy nem így fogalmazták hmm. meg, de hogy, hogy hogy az a őrület, amit egy 40-50-60 éves tanár őrületnek lát a számukra a a langzalm állapot. Persze, az a normális. És bejött nekik, és élvezték, is. egyáltalán nem keresték a teljes verset, és nem érdekelte őket, hogy itt, itt van a farka a versnek, itt meg a izéje, és hogy bejött itt egy techno, itt egy kis Mozart, itt egy Bartók a szempling lelassítva, hanem hanem átadták magukat, és ez és, és, és én emiatt nagyon lelkes vagyok. És nagyon lelkes vagyok a, a gyerekek irodalom vagy könyv szeretete miatt is, mert, mert látok jó példákat, Aha. és nagyon igazad van abban, hogy nem jobb semmi sem mint volt. Más, mint volt. Tehát ez. Ez, ez maga agyrém, amikor írók és zenészek mondják, hogy régen jobb volt. Miért mert régen sikeresebb volt, -e? azért volt jobb, vagy vagy nem értem. Tehát, hogy a kontextus Aztán más van. Hát a Hogyna? kontextus más. Hát 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 mások a... az eszközök, mások a csatornák, Meg mások más a, más a mű, más a mű is. Tehát, Persze. hogy olyan, olyan előadók és írók ö, ö, mondjuk népszerűek, vagy olvasottak, akik lehet, hogy a 70-es években labdába se rúghattak volna, és fordítva. Uh -huh. Más a kontextus, más a zeitgeist. Igen. E, hogyan indult ez nálad? A, az irodalom, szerelme, szeretete. Hogyha visszagondolsz gyerekkori élményekre, akkor mik az elsők? Hát könyves családból származom, az apám első generációs értelmiség ide tele voltak a, a könyves polcok, és mindig új benyomások voltak, és nagyon 360 fokos, tehát a, a, sport mini könyvektől Botticelli vagy, vagy Michelangelo albumokig, az a kor szokásos Moldova, Pasút, Berkesi ja. sorozatain kívül azért ott volt a Dostoyevsky, tehát a könnyelmel láthatott Ginnalist a koromban először elolvasott Karamazov testvérek, az az apám polcáról volt, Pilinski nem, uh -huh. de, de Tostojevski re való második ráeszmélésemben már Pilinski is médiumként működött. És Pilinszki volt az egyébként az apámon és a nagyanyámon, aki játék és muzsika 10 percben kinyermát játszott mindig velem, és meg is írtam ebben a, vagy általán elmondtam valahol már, hogy, hogy ő, hogy, ő, nagyon szigorúan kérdezte a Donizetti áriákat és a, és a Beethoven darabokat vissza, és ez nagyon jó volt. Apám is nagyon szigorú ember volt, Hál' Istennek sem a zenénél, sem az irodalomnál, pedig roppantul háklis vagyok arra, hogyha valamit rám akarnak kényszeríteni, nem okozott ilyen elakadást. Aha. Hogy folyamatos volt mindig a zene és a betű szeretete. És volt az, aki a Szögés Olaj, talán elsős gimnazista volt, amikor vettem azt a könyvet a helyi plébánián, a Szögés Olaj névmutatója. Csorántól Mozartig... Tolstoytól, Kocsis Zoltánig, moriákig Moriakig. Uh -huh. Ilyen útmutató volt, és mindenkit megnéztem, ahogy a Zenei Könyvtár, mindenkinek utána néztem, mint hogy a Zenei Könyvtárban is volt valami New Wave magazin, és akkor ott láttam, hogy ugyan nem azt írjuk, ami van, nem tudom, mit írhattunk, 80-at, hanem 77 a pankorszaknál korszaknál megállt, de mindenkit megnéztem, hogy mi volt a divó, mi volt a talking heads, mi volt a clash, mert hogy engem ez szenvedésen izgat, de ma is izgat. Tegnap éjszaka beszéltem egy barátommal, és nem vagyok egy Billie Eilish rajongó, és mondta, hogy érdemes meghallgatni az új albumot, és ott helyben, a konyhában nekiálltam, és ott meghallgattam az egészet, mert, mert, mert nem akarok úgy ítéletet mondani semmiről se, hogy nem Persze. hallom. Ráadásul nem is nagyon szeretem, amikor valaki a nyilvánosságban ítélkezik zenéről. Tehát amikor én nagyon-nagyon sok zenekritikát írtam, akkor is mindig mondtam a, a megrendelőnek, vagy a főnöknek, vagy a főszerkesztőnek, hogy arról szeretnék írni, ami jó. Könyv mm -hmm. Tehát, hogy, hogy annyi jó könyv van, hogy arról beszélni, hogy ez a könyv gyenge, az engem egyszerűen hidegen hogy. Hát meg minek is olvasnád el, hogyha annyi jó van. Persze. Igen, de ami nem olvasod el, nem tudod, hogy milyen, és az előítéleteid pedig erősek. Aha. Tehát az előítéleteid azok, azok nagyon tévútra, tévútra visznek, de itt is vannak kegyelmi pillanatok, hogy például vannak olyan kölyök korodban elolvasott könyvek, amikhez, amikhez visszafordulsz. És más, hogy szokták mondani, közhelyesen, hogy mindig más és más fénytörésben mutatja magát Fyodor Mihálylovics, és hogy egy magyar példát mondjak, mondjuk Szerbantal, tehát az utas és holdvilág, nem. egy nyolcadikasnak, egy 18 évesnek, egy, egy érett férfinek, vagy egy, egy érett nőnek, vagy egy idős embernek teljesen mást mond. Jó, hogy ezt, őt ezt említett pont, mert ő, ő, ő nálam visszatérő, az utas és holdvilág. Gondoltam. É, de nem mondtad, és... de, de, nem, de nem mondtam. És és a másik oltani egy hülyeség a titán szirényei. Valami miatt, ha esetleg fel akarok így valamibe oldódni, ugye a kört vonagátnak a titán szirényei egyik korai írása, de nagyon szórakoztatni Nekem meg ő például gimnazista koromban volt, meg ajánlották, és akkor emlékszem a macska bölcső, az micsoda izgé volt, és hogy milyen furcsa kretén humor engem az nagyon, nagyon megtalált, és, a, és, és, egy csomó olyan író van, akit a humorán keresztül találtam meg, hogy kafkánál sem az érintett meg először, hogy ez valamiféle tébolyda leírása, ami az emberiség története és a, és a, világ mindenség, amiben élünk, hanem, hanem egyrészt egy csodálatos humor, de várjál, milyen érdekes, hogy most olvastam a Szántóté Gábornak a múlt heti narancsban a Kafka nyelveiről. A beszélgetés, tehát, uh -huh. hogy egy prágai emberről beszélünk, aki zsidó, aki németül ír, és megérinti a csenyelv, de ott a jiddis kultúra. Hogy, hogy milyen érdekesek ezek a hatások, és micsoda szálkás szálkás fogalmazványok, de mégis milyen szenvedélyes, és micsoda mélyen zsidó, és ezt már akkor éreztem, és én folyamatosan egy ilyen vallásos szerzőnek, nem tudtam még akkor ki az a Max Brod, most pár éve voltam a Tel Aviv-i házánál, uh -huh. nekem ő sokat jelent, totál ismeretlen valaki, de hát nélküle nem lenne kaf Kafka életmű, mert ugye a Kafka mondta neki, hogy éges el, ásd el, és mondta, hogy nagy <laughs> ló, <azért. Persze. gül> és, és, és ő váltig állítja azt, amiben egyébként én is látok nagyon-nagyon erőteljes fantáziát, hogy itt egyfajta zsidó, messianisztikus elmélet testesül meg ezekben a szövegekben és azt mondom, hogy lehetséges, hogy nem az az egyedüli magyarázat a Max Brody, de hogy ez is benne van. Uh -huh. És ez nekem nagyon-nagyon tetszik. A megvált hatóság, meg a megvált hatatlanság, meg a kapuban állás, és a és a, és a kastély, az a, a, a hegy tetején, hogy felnézel valami elérhetetlenre, ezek olyan transzcendens, spirituális történetek, és olyan hátborzongatóan csodásak, mm -hmm. és ugyanakkor meg közben a párbeszédek annyira plastikusak, és annyira, én nagyon, nagyon sokat nevettem kafkánt, de egyébként én az oroszok olvasása közben is egy csomót nevetek a redundanciákon, amikor tudod, nyolc oldalon keresztül francia fordítások vannak egy-egy tolsztoly írásban, én ezeket nagyon csetlő, botló, vicces, és nem csak a Goggoli-Csehovi botlást, hanem most készülünk is egy orosz előadásra, borbély László zongoraművész barátommal, ahol végre nem nekem kell, meg a munkatársaimnak összerakni, kitalálni, komponálni, mixelni a zenét, hanem ott csak Rachmaninov lesz, lehet, hogy egy kis Muszolszki is, bár annyira nagy messzian rajongók vagyunk, és ott meg a madár csicsergéseket dekódolja a messzi, az is nagyon így lenne hozzá. De mi meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de az biztos, hogy lesz egy ilyen borbély Prieger előadás, ahol csak klasszikus zongoradarabok lesznek, és arra megy majd a szöveg. Aha, hát ezgi. Térjünk rá a versre, amit, amit hoztál. Már ugye említettük Térei nevét, úgyhogy most, túl nagy meglepetést nem okozunk. Tére János, a... ennyire, ennyire kortár szerintem nem volt. Ugye most volt a harmadikán az ő halálának az ötödik? Ötödik. ötödik most ezt tettük fordulója. el öt éve. Öt éve, igen. Szóval, hogy ennyi, na nem, mondjuk volt fodorákos volt még, aki így nagyjából. Úgyhogy örültem, hogy hogy tőle hoztál igazából egy olyan versét, nem, nem tudom, hogy hülyességet mondok azzal, hogy talán a legismertebb, de sokat hát idézett. Az, az, az idézett. meg ugye annyira jól mondja a János, igen, hogy, van egy felvétel. A és képzeld el, el, a, és a képzeld, el, hogy a, képzeld el, hogy, a Térei, a Kaddis Térei János című darabomban a végén, és ezért nagyon érdekes, hogy, hogy hívtál, invitáltál, és ezt hoztam, mert ezt meg annyira szeretem tőle, mert hogy én ezt sosem mondom a darabban, hanem megállunk, a fények kihújnak, és, és a János uh -huh. játszik, és úgy, hogy kicsíptem egy nekünk készült verzióból, amit a csóri apa, és a Csóri Junior, a két sanyi, Igen. a muzsikás alapító Igen, és a fia a Sündi, aki zseniális fiú, most a Nové Somával is van közös dolga, nagyon, nagyon tehetséges, jó barátom. És az ő büszke, nyakas, népzenei hegedű lúpjuk a hegedű és a brácsa megy körbe körbe és, e, és erre mondja a János ezt a, ezt a verset, a ugye ami egy válaszvers a a keményistának a a ez is az alcíme a versnek Igen. és hát minden estült tére is, de a térei annyira robosztus, annyira jó, annyira magával ragadó, és annyira komoly, és annyira nem tudnak vele mit kezdeni. Nem tudom, figyelted-e azt, hogy a, az öt éves évfordulón te láttál rengeteg-rengeteg emlékezést? Nem, nem, nem. Én nem, én nem, 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 nem. Én nem. egy kicsit. Nem, nem nagyon mernek. Én nem tudom, Hozzá miért van. Én jön. néha az, azon szoktunk nevetni pályatársaival, és és kedvelőivel, meg irodalomtörténész barátaimmal, hogy olyan egy kicsit, mint amikor a fesztiválokról kiesik egy headliner, és a többi zenekar inkább egy kicsit örül neki, hogy akkor előbbre egy kerültünk. Olyan... Ez jutott eszembe. Hát ez rémes. A, té, a, a, a térei Adi, és az Adit sem, nem, Adit sem kedvelték a, a, a kortársai. És a János hát ő meg, kedven, János, minden. A János meg is tett érte mindent, hogy ne kedveljék, nem csak azért, mert zseniális volt, hanem azért, mert egyszerűen elviseltetlenül keményen tudott fogalmazni, mert hát mindenkiről volt egy rossz szava, tudod, ahogy ma tartja a a közszáj, mindenkiről volt egy rossz szava. Jó, hát ez, ez a vers, ez, 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 ez bemutatja szépen. Ad is, én, szóval én, itt is érzem Adi, Adit ugrálni, vagy Adit brékelni. A... <laughs> Adit brékelni. Hát, hát igen, hát meg ugye tudjuk, a, já... a break azért nem kegyeletsértő, vagy, vagy nem tudom, nem rossz ide, mert a Jánosnál nagyobb popkulturális Pós zoli -nak volt, aki tesója, jó barátja volt. Ugye a Per Pós térei igen. triász volt az, akivel mi is annak idején egy-két napot dolgoztunk szombathelyen a nyelvterület darabon, aztán a Mangó csinált hozzá a zenét, ugye hát mm. ők óriási reperek voltak, és, és a János az az ember volt, aki, aki, aki fantasztikus korszellem idézetekkel, filozófiával, megspékelt gangstazoli idézetekkel operált. Vagy, vagy, vagy most Zoli írta azt, hogy, hogy csak úgy emlegette azt, hogy kikapott József Attila díjat, hogy kikapta meg az idei zsiráfot. Tehát, hogy az arany zsiráfra utalva. Aha. Hát nagyon, nagyon vicces ember volt. Az tény, hogy, az tény, hogy mondjuk a tehetségtelenséget, vagy, a, vagy a, a, a bénázást azt annyira nem szerette se színházban, se, se, irodalomban, se költészetben. Viszont, amit most felsoroltam, mindegyik, mindegyik műfajnak a óriási rajongója és elkötelezett híve volt, és, és egy olyan ember, aki, aki teljes életművet hagyott maga után úgy, hogy nem volt 50 éves. Abszolút. 49, valahogy így. E, Mennyire csinált szerinted a sportot ebből a kemény, cinikus attitűdből? Nem, velem nagyon kedves volt mindig, és most megyünk Kolozsvárra a Kárdistére Jánosért kis darabunkat előadni a Magyar Borival, majd két hét múlva a ünnepi könyvfétre, és hogy tavaly voltam a saját könyvem bemutatóján, de azelőtt akkor voltam, amikor együtt mentünk a Jánossal, meg a feleségemmel, és akkor elvitt bennünket a helyi botanikus kertbe, ahol most már nem, nem élt ő, és akkor tavaly elmentünk, és megnéztük, mert hogy rámlékeztet, de, de, ő, de ő járta ezeket a helyeket, ahogy, ahogy ahogy tudta, hogy mi az a Rammstein, vagy mi az a New Wave, vagy, vagy, vagy simán elkalandozott a Depes Mód univerzumban, úgy, úgy azért ez az óriási hatás, amikor mondjuk Seamus Heaney-ről beszélgettünk ott a rohadó avarban. <laughs> Az, az, az Szép nagyszerű. Az nagy, nagyszer, az volt. Szép az nagyszerű volt, és szerintem amennyi cinizmus és amennyi kritika volt benne, annyi, annyi rajongás és annyi szeretet is. Ha kemény István búcsú levele ide kívánkozna, csak a, a hossza miatt én most megkímélem a közönségünket tőle, de, de nagyjából az a, a, amiről szól, hát az egy végtelen csalódottság és fájdalom és keserűség a, a hazájával kapcsolatban. Most talán bután így össze akarnám foglalni. Igen, de talán mégiscsak olyan, mint egy megcsalt szerelmes vallomása. Szerintem azért ez egy, ez egy, ez egy ilyen tragikus megnyilvánulás, de, de hát a hazáról szóló Igen. vers, vagy a hazának szóló, a hazának beszél a csalódott szerelmes. Kávé így tudnám összefogalni, ilyen, Jó, ilyen az tompa, az... Igen. tompa Mihály, Vajda János, <laughs> Jó, azt vagy Vajda János modorában. És akkor erre válaszul. Ő, simán ö, önmagában is él. Mind a De két önmagában kétvárs. is él, kb. 2010 környékén. Született, ezt, igen. Miródott, azt hiszem mind a kettőt talán. Igen. Megtennéd, hogy felolvasod, vagy elmondod? Térei János, magyar közöny. Kemény István búcsú levelére. Fölpaprikázva és megvezetve népem, nyakadban ízlésed szerinti úrral, ha olvasol, hát félreolvasol. És fényes nappal vészharangozol. Tárulkozó elfolytásodat értem. Ki legnagyobb vagy önmagasztalásban, s öngyűlöletben, önkorlátozásban gőggel tudsz elfordulni, sérteni, sértődni, mint egy félretolt zseni. Két féltekéd nehéz szívvel bejártam. Kőbe vésett alkotmánya jutalmad, fék, nem bilincs. Otthonos lett a káosz, a tisztázás helyett a lágy maszat. Pörös szájak befogva, nagy darab megmondó emberek pálcát ragadnak, az életre trombitált múzeumból üzennek tekintetes vármegyéit, és műveletlen főispányait gondozzák a föld szekérvárait, s egymást elvéteni késztet az undor. Legyintve szerteszét és számolatlan, él a kedély, lakálykultúra tombol, Kilincselők a nábob ajtaján. Pirul a boldogságos tartomány az alázóduló vörösi szabban. Köszönöm. Azon tűnöttem, hogy 2010-ben, most ez egy ilyen zárójeles megjegyzés, hogy ott még nem voltak vármegyék, meg Főispánok, Ugye, tehát még nem volt szó? Hát ő, ő nem a, a mai hely, hogy, hogy lett volna? Azt írta Ugye? persze, hogy nem. Hát de a, a, Az Adi árnyakat én ott látom ugrálni, brékelni, hogy az előbb mondtam, hogy ő, hogy ő nem is feltétlenül ezt a civis-nyakas kávinista attitűdöt, hanem ez a folyamatos kritikus, folyamatosan a hatásértő szerepében létező, és igazából ott önmagát jól érző, vagy ott aktívnak, ott kreatívnak tudó költő megnyilvánulása ez. Az, hogy a hogy a vármegyéid vannak, meg a főispánok, az az, az az örök magyar provincializmusról szól. És <laughs> nem a... mondom, hogy... Ez... Hát mert egy provinciális ö, ö, országban élünk, de én ahogy János is hiszünk abban, hogy van egy valós Magyarország, egy kreatív, egy szabad, egy jó Magyarország, és, és ezt a politika, és nagyon fontos, hogy ő megkapta nagyon keményen a kritikát mind a két oldalról, tehát hogy ő... Én se felejtem el, amikor a magyar narancsba el lett nácizva. És, és, akkor többen írtak be, hogy ébresztő srácok. Nem, ne, váljád, ne bolonduljatok meg. Mit csináltak aztán belőle a, 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 a térei? ösztöndíja kapcsolatban. Hát azért amit mondom, egyébként ugye a Kemény István is átvett, érdekes. Hát nagyon sokan, a Hály is. Sokan, 40, 40 valahányan, meg páran visszautasított. El. Szerintem, sze szerintem kitüntetést visszautasítani miért ne? Jánost haló poraiban azzal ö, mocskolni, hogy róla mit neveztek el, ami egyébként a, hozzátartozók, a tisztelők, a, a belőle darabot hasítók, a stb. 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 ötletére, vagy hogy jött ez létre. Egy normális országban mennyire menő már, hogy térelj ösztöndíjad van. Ez nem egy normális ország, de Olyanok ítélik meg, akik egyébként a, olyan könyveket adnak ki, ahol simán ott van az NKA, meg a különböző állami, meg a minisztériumi pénz. Hol nincs pénz? Hol? hol, hol... Tudod, erre szokták azt mondani mindig, hogy hogy akkor ne közlekedjünk a autópályákon, mert az a, az a nemzet gázszerelője és a László nevű emberek koncesziójából, munkájából, és milliárdjaiból, és nem tudom miből épült. Az embernek lenne hozzá kedve, főleg ahogy fokozódik a nemzetközi helyzet, és a béka, béke, béke hadtestek. Képzeld el, képzeld el mondjuk egy Margit Szigeti beszédből, micsoda. Mit, 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 mit vágott volna, milyen vinil barázdákat vágott volna a János. De igazából szerintem ez a beszéd a Margit szigeti beszéd most ö, ö, a békemeneten az olyan volt, mint egy, mint egy ö, térei drámából lett volna kivágva. Valószínűleg ilyen redundás szöveget nem hagyott volna bent, viszont annyira, annyira Rámstein volt, és annyira Noé Szlovéni Kunst, és annyira önmaga paródiája, és... Ö... Hát de hozzá lehet nyúlni, nem kell ehhez ö, a térei Hát most téreiről beszélgetünk. Jó, de te meg itt ülsz. Térei tolláról. Én, remix, én mixeltem már be remixbe az Orbánnak a szövegét, de igazából szerintem valami tök hasonlót nyomtunk be 10 éve, és egyre radikálisabban ugyanazt tolja. De hát látod, látod majd vasárnap eldől, hogy mennyire bevők rá a az emberek, én azt érzem, Valami hogy, hogy a, költői, a költői szövegek is remélhetőleg közreműködnek abban, hogy az embereknek talán az egybites információk és a becsukott szemek világában talán talán a, a, az intellektuális és érzelmi ráhatás akár a versektől, akár az irodalomtól, akár csak, hogy publicisztikákat olvasó, felnyitják az emberek szemét, hogy nem csak ilyen fekete-fehér valóságban élnek, vagy vagy mint ahogy egy magyar zenekar énekeli, ne fekete fehéret dúdolj színeset. <laughs> Oké, okay. na hát ez meg kifogni. Ki fog derülni. Uh, hadd kérdezzem már meg, hogy uh, a te uh, írói uh, munkásságod hogy áll éppen, mert tudom, hogy te azért írsz verseket, azt is tudom, hogy uh, már van egy könyved, de talán készülőben is van, most beszéltél még egy másikról de mint hogyha te szerettél volna már könyvet uh, apád és Bob Dylan vonatkozásában is. Készül is, igen. Készül is. Szóval, hogy ezekre egyrészt mikor van időd, másrészt hogy állsz ezekkel, és van-e még valami a irodalmi, csöröge még valami az irodalmi vénába? Csörög, ki csörög, <laughs> csak annyi minden más csörög, hogy az idő kevés, viszont ugye, hogy egy 24. közhelyet is megpendítsek, az embernek arra van ideje, amire akarja. Van ez a Jassi és Bob, ami apám, ő a Jassi, a Bob pedig Bob Dylan. Igen. Furcsa, nagyotmondó férfiak, történeteiből van összerakva, és akkor közben feltűnnek mindenféle nőalakok, a, például édesanyám, aki, aki a 64-es szombathelyi strand szépe volt, és akkor ez fotókban, dalszövegekben, és uh, mindenféle történetekben, és a jó magam, uh, bukásai, uh, emberi és iskolai bukásai, és jegyei, és otthonról szökései uh, keresztbe kasul. Pontosan. Abszolút, abszolút. Okay. Hát szerintem egyébként a írók, költők, zenészek, karmesterek, hát ne beszéljünk mellé, hát azért ez, ez a terápia, terápia amit, amit csinálunk magunkkal, és hogyha közben nem leszünk szarabb emberek, hanem sőt, <laughs> hanem talán egy kicsit jobbak vagy elviselhetőbbek önmagunk és a világ számára, akkor már ezért nem szabad a művészeknek pszichológushoz járni. Néha jó. Magukat. Néha jó, hogyha mennek, hát a megalomániáink és, a, és az egyéb mániáinktól nem baj, ha megszabadulunk. Ezért hasznos a, a pszichológus, a pszichiáter és a pap is, ki, mikor, melyik. Van ez, van ez a könyv, ami, ami ilyen félig három érdig van meg, de hát ez még alapos szerkesztői munka kellene hozzá. A versek azok nagyon régóta íródnak. Versek, mondjuk rájuk, de ezek igen, tehát mert hogy nem, pró, nem prózák, de mégiscsak valamennyire prózák is, de költői szövegek, mondjuk így. Uh -huh. Annyira annyira azt gondoltam már kicsi koromtól fogva, hiszen egész életemben írtam verseket, soha nem publikáltam őket. Logikus, hogy nem a kisgyerekkori verseimet fogom publikálni, hogy mindig annyira intim, sztorik, voltak ezek számomra, hogy olyan, mint hogy nem szívesen beszélnék nyilvánosan mondjuk a szexuális életemről Aha, sem. Tehát fotók. Olyan a költészet, uh -huh. igen, abszolút. Igen, de, hát de hogy, de, 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 de hogy gondolkodom. gondolkodom, rajta, és, és, és tettem is az ügybe lépéseket. Aztán vannak különböző tervek. Óriás kabaré rajongó vagyok, a okay. nagy, nagy, nagy Endre, Nagy Lajos 20-as, 30-as évek világa, az nagyon-nagyon közel áll hozzám van, és egy ilyen darab, amit csinálok és előadok, ez egy szóló cucc, Budapest Zengeráj, ami ilyen flaster. humor, uh -huh. tragikomikum egyszerre sírsz és egyszerre nevetsz rajta, és ugyanakkor ott van már a ott van már a holokauszt árnya, de de, 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 még nevetés, és az egész egy ilyen furcsa, és akkor ez kulminálódik örkénybe és pajorba a végén, és akkor ez, és akkor gondolkodom azon, hogy hogy lehetne, hogy lehetne ezt az emberek elé rakni, ahogy gondolkodom azon, hogy van a Nők ekstázisban című női, csak női szentekről szóló irodalmi ö, zenés darabom, és elkezdtem írni egy női szentek abc átol A-tól Aha hogy ezek miért radikális, miért hatásértő, miért a pápával, a földesúrral, a helyi Orbán Viktorral dacoló fantasztikus nők, és hogy azért, mert azt mondjuk, hogy Szent Katalin, vagy azt mondjuk, hogy Szent Teréz, több is, több, igen. három eszembe jut, fantasztikus volt mind a három, a kicsi is, a, a, a belső várkastély szerző, Avilai, és hát Kalkuttairól meg ne is beszéljünk, hogy ő meg milyen fantasztikus és kortársunk Kortárs, volt. Igen. És hogy, és hogy ezek velünk élő történetek. Ugye ez is olyan, mint a korszellem, hogy, hogy nem mindegy, hogy hogy beszélsz erről. Kerek teljesen okoskodva, kioktatva, ahogy egyébként ez a, 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 az egyházi vagy, vagy sajtó megnyilvánulásokban ez látható, vagy a. a túlságosan is a politika sarába lemerülő egyházi beszédről, de nekem ez fontos, nem csak a hitem miatt, hanem, hanem ezek fantasztikus példák. Tehát én mondjuk, hogy ahogy feldolgozzuk a Bovi Heroes című számát a hősökről szóló albumunkon, úgy nekem ugyanolyan fontos, hogy az emberek tudják, érezzék, hogy, hogy Szénai Szent Katalin Micsoda egy fantasztikus, bátor és irány tudatlansága ellenére, micsoda pazar nő volt. Vagy Bingeni Hildegard, milyen orvos, középkori zeneszerző, misztikus és polihisztor volt. És ez fontos, és akkor ezt gondolkodom könyvben, gondolkodom előadásban, meg gondolkodom azon is, hogy hogyan tok ezekről dalokat írni. hogy most az új lemezem például van Simon Weiről szóló dal, ami egyszerre ripszirapszi hauz, vagy nem tudom micsoda, és közben pedig ott van a mi személyes és ami mi szent szerzőjének a lelke talán, vagy a gondolatai ott lebegnek, hogyha sikerült jól elkapnom a kompozíciót. Érdekes, hogy a női szentekkel kapcsolatos terveidet így emlegeted, mert már korábban akartam kérdezni, hogy átsejlik azért egy, egy vallási gondolkodás, a valláshoz való ragaszkodás, vagy valamiféle kapcsolat a mondataitból. Az inkább egy keresés, egy folyamatos keresés, ami, ami hogyha jó, jó esetben ö, hitté, vagy, vagy egyfajta meggyőződésé formálódik, akkor, akkor az egy boldogság, akkor az egy ilyen relaxált, ilyen jálicsi Jézusima, amikor semmi nincs, csak hogy belégzésre Krisztus, kilégzésre Jézus, mert azt mondja a Jálics Ferenc nagy magyar jezsuita, a mostani pápa tanítómestere, gyontatója és munkatársa. Szerintem egyébként miatt a Ferenc elsősorban, és nem, nem az asz, asziszi miatt. Igen, nekem van egy ha. ilyen fejlővésebb. És, és, akkor, és akkor az így jó. Tehát, hogy én a én a, én, a, én a, én a magam jóját keresem ebben, és eszembe se jut, hogy én embereket erről Győzködjek, vagy hogyha győzködök, akkor azt lehet, hogy nem jól teszem. De hol helyezkedik ezzel a te életedben? Hát amikor azt mondom, hogy kegyelmi pillanat, hogy részt veszek egy jó beszélgetésben, akkor ott, az előbb, az első beszélgetésből jöttem, ott. Jöttem a vonaton, kinéztem az ablakon, száradtak a levelek, pompáztak a virágok a mezőn, ott a kertünkben tavat tervezünk, ebben a tervben, ebben a vágyban, ott. Ha, már Teréz meséltem, akkor én, amikor Szent megyek, akkor érdre megyek a Teréz anya nővére, az afrikai nővérekkel vagyok ott Összesen tizen vagyunk, amiből van ez négy afrikai. Ez, vagy hogy hol, hol Hát jár. a terézanya nő, teréz nővérek alkotai teréz teréz anya Nővére. Persze, egy Aha. indiai és négy afrikai nővér, meg egy lengyel, és akkor jön egy néni a Érd és akkor játszintatjával így vagyunk, nem tudom, hatal, heten, nem tudom, már nem számoltam. Szentmisén vagyunk. Szent, Szentmisélyen veszünk de de részt. Jácint atya, a, a, hát ez, ez egy kápolna, ahol ők vannak, hát hogy, mit tudom én, Panonalmán meg Bakonybélben is uh -huh. vannak szentmisek. ez egy pici, mini hely, ahol a nővérek élnek, mint apácák, és egyébként pedig a, a pastoráció az a helyi leszakadók és romák és Jácint is és amikor azt kérdezik, hogy mi az én egyházam, hogy hol az Isten, akkor elmondtam az előbb, hogy kinéznek az ablakon, Igen. és ott csillog villog a, 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 a virágszirom a, a, a száradó esőben. Úgy a az egyház, az meg ott van, amikor a ablaktalan, ajtótlan félig lerombolt házakban lakó cigányokhoz kimennek a játszintatjáink. Ez az egyház, a többi az, az kamu. Igen. Jó, ez ezért... az, az én egyházam. Ezért, ezért, ezért akartam megkérdezni, mert. Bemutatom, tehát hogy nem a. Nem a, nem a, nem a, nem a katolikus anya Szent Egyház. A katolikus anya Szent Egyház maximálisan, de ez a katolikus anya Szent Egyház, mert a katolikus anya Szent Egyház az nem csak a izébe van a, a Szent István Bazilikába, meg a Szent jobb cipelésnél, hanem az ott van Dél-Amerikában, Afrikában, a rengeteg játszintatjában és a rengeteg terézanyában, uh -huh. meg a rengeteg Pilinszkivásban, meg a rengeteg Dostoyevszkiben, meg a rengeteg szerbantalban ott van, a, ott van a, a, a sírásban, meg a nevetésben, meg ott van a mostani beszélgetésünkben abszolút, is. Abszolút, abszolút, abszolút. Csak a vallásra kapcsolatban nekem mindig egy rengeteg álságosság és... Persze, hát emberek Szerint. vagyunk, hát álságos, álságos történeteket, álságos magatartásokat, álságos kereszteket cipelünk magunkon, de az egyházat is emberek csinálják, a kedvenc foci csapatunkban is emberek vannak, és jaj, de micsoda szörnyű játékosok is tudnak benne játszani, meg milyen edzőink vannak, meg milyen politikusaink vannak, de ettől függetlenül a politika szörnyű, de vasárnap el kell menni szavazni, és egy jobb országot kell csinálni. És az egyháznak nem hátat fordítani kell, hanem csinálni belőle egy jobb egyházat. És, és teljesen más egyébként egy, egy az egyházát gyerekkora óta hátán cipelőnek, és más egy, egy későbbi megtérőnek, vagy egy későbbi keresőnek, mert, a, mert aki kiskorába kapja ezt, meg az, az úgy is, hogyha igazán akarja aznak felnőtt korában is meg kell ezt kapnia. Az meg szenvedés, az meg egy ilyen izé, az meg egy ilyen pokoljárás, vagy hát nem család. tudom, hogy létrán fölmész, és lejössz, és fölmész, és lejössz. Tehát, hogy tehát, hogy ez egy egyszerre buli, meg egyszerre, meg egyszerre egy óriás cirkusz. De téged mikor talált meg? Te, te, a későbbi kereső. Én, mag... az én családomban egyáltalán ez ne, nem volt, hmm. de a Simon Weil, Pilinszki, Dostoyevsky hatások azok gyerekkoromtól fog, fogva vannak. Egyértelműen felnőttkori maga az, hogy én, hogy én választok, uh -huh. vagy, vagy, hogy, vagy, hogy, ez meghatározza. De ez nem jelenti, nem jelenti azt, hogy, hogy, ez automatikusan azt jelenti, hogy én, hogy én jóvá válok. Én törekszem a jóra. Én, nem, én nem, nem jó vagyok, hanem törekszem arra, hogy hogy minél kevesebb kárt okozzak. Azt hiszem, hogy ez a legjobb. Tehát, hogy a, hogy a, hitem, a hitem tanítás az, hogy minél kevesebb kárt okozzak, és így is rengeteget okozok. Közeledik a beszélgetésünk vége, sajnos. Mindig ez ilyen... Jól jó éreztem, beszél, jól éreztem jól magam. Jó Köszönöm szépen. Mi az, mivel lehet mostanában találkozni, amit csinálsz. Két hete volt itt a nagy katica, azt tudom, hogy vele például dolgozol Igen. aktuálisan. Több mindent is csináltunk mostanában a katicával. Örömmel beszélek erről, és. Talán tudom is kötni az előzőhöz, amikor azt mondtam, hogy, hogy az a hitem, vagy az, a, az, a, az, a, az, az, az az én belső késztetésem, hogy minél kevesebb kárt okozzak. Szívesen beszélek az irodalmi zenésestekről, mert úgy Jó. gondolom, hogy ott kevés kárt okozok. <sparas> Öm... <sparas> De oda az megy el, aki kifejezetten kíváncsi rá. A károkozásomra. <sparas> Hát zenekarban is remélem, hogy így van. De hogy a, a Katicával csináltunk, például a Magyar Borival és Katicával egy teljesen speciális, egybemutatós Derkovicsot, ugye Derkovics évforduló is van, a Derkovics viseli az új albumt, um, de hogy a címét, de hogy, de hogy, igazából ő az első hősöm, az első aktivistám, az első baloldali gondolkodóm, aki belekerült ebbe a krédóba, és akkor a kommunisták azt mondták róla, hogy már pedig kommunista, a mostaniak meg, erről írtam is egy dalt, a mostaniak meg ugyanúgy kiköpik, és engem ezek az emberek izgatnak, akik se ide, se oda. Mm. Katicával csináltunk korábban téreit is, most éppen a magyar borival csinálom, de, de Katicával például ma beszéltem telefonon, még jöttem hozzád, hogy tervezünk. Nem mondom most el, ki az a két költő, akiről beszélgetünk, hogy csinálunk műsorban. Nagyon szeretjük egymást, és nagyon jó együtt dolgozni, mert megvan a kémia meg haver, meg hát barátok is vagyunk, tehát akkor is barátok vagyunk, hogyha nem csinálunk semmit. Ez, ez, ez ebben a jó. Olyan emberekkel zenész, és olyan emberekkel csinálsz irodalmi műsort, akikkel akkor is barát lennél, hogyha nem dolgoznál együtt. A Magyar Borival is így vagyok, hogy uh -huh. hogy fantasztikus énekes, fantasztikus előadó, és fantasztikus ember, és igazából nem tehát, hogy az csak egy ráadás, hogyha ilyen emberekkel tudsz együtt dolgozni. Az orosz dolog, amire készülök, a, a van egy rilke dolog, de erről még korai beszélni, ami, ami nem zongora művésszel, és nem mixemmel, és nem is Subiz Gabi mc közös rep, nem tudom, alapok, és megcsináljuk, és megkomponáljuk, hanem az duinói elégiák, és képek. Tehát mm -hmm. ez valamilyen képzőművészeti irodalmi crossover. Egy barátommal képzőművész. Készül a Jerusalem My Love lemez, és és, és és készülök egy ilyen könyves valamire, amire szinte még korai beszélni, ahol a kedvenc könyveimről beszélek folyamatosan, és, és, és nagyon röviden ilyen kis vírus, vírus kis filmecskékben. Aha. És régiről és újról, és fociról, és és oroszokról, mert igazából nincsen magas, meg, meg alacsony rendű irodalom. Van rossz, meg, 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 jó szöveg. És ez lehet a Real Madrid edzőjének egy, egy fantasztikus visszaemlékezése, bár én barszás vagyok, és azt annyira nem szeretném elolvasni, de kíváncsi vagyok persze arra is, és lehet valami ünnepelt költészet, és és közben pedig redundáns, és, 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 nem igazi. Tehát, hogy, hogy ez a holisztikus látásmód, nevezzük jobb ilyen így, ami szerintem az oktatásban is olyan klassz lenne, amit előbb mondtam, hogy Stravinsky-ra a kisgyerekek, de még nem láttak jegyet, pedig már 12 évesek, osztályzatot, gondolok, hogy ez egy klassz világ lenne, és aztán alakulnak a dolgok. Hát nem tudom, mert 30 év múlva is biztos lesz a hogyha nem fordulok le erről a székről, meg, 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 folyamatosan készülnek a irodalmi zenés dolgok, mert ezek egyáltalán nem, nem, nem okoznak számomra munkát, meg erőfeszítést, hanem ez, ez, ez ilyen boldogság, meg hát hülye hangzik, de egy kicsit misszió is, meg egy kicsit edukáció, meg lehet, hogy lelkismert van, hogy most nem tanítok suliba, és akkor, és akkor, és valami, akkor így próbál igen, tanítani van, az ember, valami. de a tanítás Csátorna. az a nagy képű tehát hogy előadni dolgokat, amivel amivel megnevettetsz, meg, meg megríkadsz. Szerintem tanítani fontos, ki a maga módján adja tovább azt, amilyen van. Ja. Anima Sound System B oldal, tök jó. A többi előadást nem tudom hol érdemes keresni, vagy nézni van valami. Nem tudom, hogy mikor, mikor, mikor kerül az adásba. Ezt most pénteken, de nem akarom aktualizálni, hát, csak hogy ott ott van hol érdemes ott nézni. Ott van mindig az Anima Sound meg a, a, a prigás Zsolt személyes Facebookomban mindig mondják, hát a hogy csináljak Facebook. artist oldal, de nincs artist oldalam. Jó, a személyes oldaladon ott mindig Meg jelzett, az insta, hogy... Instán is néha ott Jó. van az anima, de mindig mondják, hogy ne nagyon keverje, mert így se értik, hogy most akkor irodalom a zenébe, vagy zene az irodalomba, és akkor most melyik az anima, melyik nem az anima. Vannak zenés irodalmi előadások, 10x darab, magam sem tudom, hogy pontosan mennyi, és, és, és készülnek még és remélem, hogy a szerbantalt is visszük sok helyre, mert az eddig nagy előadás volt, a rumbakban volt a bemutatója, sok-sok zenésszel, meg előadókkal, és az egészen nem tudtuk vinni, nem tudok vinni tizenfős irodalmi estet, és akkor kitaláltuk a borival, legyen bőle két személyes, és, és én úgy érzem, hogy erre van, van visszacsatolás, és, és, és szeretik, hogy az más, hogy nem feltétlenül a, nem feltétlenül beszélgetünk. Én korábban csináltam ilyet a Hámori Gabi valaki egy tündér, meg Nagy Ákó zeneszerzővel, mentünk pár helyre, és akkor beszélgettünk, hogy mi a véleményed szerb és a szerelem tárgykörben. És akkor, és akkor ez, ez nagyon jó pár eseményen, de ez, ez folyamatosan nem jó, hogyha ezzel túrnézol. Akkor jobb, hogyha van egy kiérlet zenei szöveg hozzá, ami nem az enyém, mert én azért hamar megunom azt, amit én. Így vagyok a számokkal is, tehát, hogy azért el kell telni a 30 évnek, hogy, hogy, hogy szeressem előadni azokat a szövegeket, mondjuk, amik, amik, amiket, amiket ki kell mondanod, meg el kell énekelned. Hmm. és voltak olyan korszakok, amikor 10-15 évig nem játszottunk egy-két dalt, mert megmakacsoltam magamat. Akkor még ilyen, amik, akkor még ilyen idióta attitűdben voltam, és most azt gondolom, hogy, hogy, hogy együtt tudok azzal élni, amit, amit, amit megcsináltam. Kritikával illetem, de együtt tudok vele élni, és, és ezt én csináltam. Vagy együtt csináltuk azokkal, akikkel éppen aktuálisan együtt dolgoztam, az anima az egy műhely. Talán most egy előző idejöttem megbeszélésen kérdezte valaki, hogy hány tag volt az animában, és hát szerintem volt benne száz de 89 biztos. Hát és ezek jönnek, mennek. De zseniális, látjáromás. de zseniális emberek, és egy csomó visszatér közülük, és kivétel nélkül mindegyiknek hálás vagyok, mert mindegyik valamit tett hozzá. Na hát akkor kívánom, hogy a következő 30 is hasonló legyen, meg az összes többi produkció is jól működjön, és nem erőj ki, meg le. Kösz. <hums> és köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm a Térei Jánost, hogy beszélhettünk róla. A nézőknek, hallgatóknak akkor most javaslom így a szomorú évforduló kapcsán is, hogy kicsit térjenek hozzá vissza, olvasgassák. Abszolút, abszolút. Na hát köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál. Hála, el. köszönöm a meghívást. Hello, hello. Ez volt a hozzá egy verset. Rimport Ré magazin, köszönöm, hogy velünk tartottatok, ugye péntek este kilenctől van ez a műsor, vágott verzióban a Rádió kafén, és tíztől már vágatlanul a Youtube-on és a Spotify-on tudjátok élvezni. Keressetek rá arra, hogy költöm vagy arra, hogy hozz egy verset, és akkor meglelitek. Egy hét múlva is meg találkozunk. Sziasztok! Hallé.